Sipos előd lelkész büszkén mutatta be a hatalmas felújítás eredményeit a dombovári református templomon. Az épületre még korábban nyert mintegy 80 millió forintot az egyházmegye, a munkálatok egy évig zajlottak. A felújítás tavaly ősszel kezdődött meg, október hónapban, tehát körülbelül egy éve, és először az alagsorban kezdődtek el a munkálatok, annál is inkább, mert a téli hónapokban azt szoktuk használni közösségi terünkként, és azt kellett lehetőleg karácsonyra már olyan állapotba hozni, hogy az használható legyen. Innen indult tehát az egész, és onnantól kezdve jöttek az egyéb felszíni munkák, mint például a festés, akkor az egész alsó szinten álmennyezetet raktunk be, arra kerültek felszerelésre az új lámpatestek, amik egy teljesen megújult elektromos hálózatra csatlakoznak, csak úgy, mint az infrapaneles fűtőtestek. Aztán, ahol kellett, ott a padlót is kicseréltük, és akkor utána kapta meg a festést belülről az épület. Az említett alagsori szint felújítása a tervek szerint el is készült karácsonyra. Még egy korszerű vizes blokkal is kiegészült. Azután következhetett a felső, templomi rész helyrehozatala. Itt is hát belülről egy teljes felújítás került elvégzésre. Új festés, új vakolás, de még mielőtt ezekre sor került volna, a falak repedések menti megerősítését kellett elvégezni, amivel tulajdonképpen egy utólagos koszorút kapott a templom szinte mind a két fő fala, amin a repedések voltak. Úgyhogy utána jöhetett az újravakolás kívül belül és a festés. Ezen kívül a tetőzetet is felújítottuk, a gerendázat az hála Istennek jó állapotban volt még, az még az eredeti gerendázat, néhol megerősítve, de új lécezés és új cserepezés került föl rá, valamint a torony sisakot is fel kellett egy kicsit újítani, ott a bádogozáson kellett javítani, illetve ami egy utólagos és nem várt munka volt, az a csúcsdísznek a felújítása, mert mint utóbb kiderült, már amikor fönt folytak a munkák a torony csúcsánál, ott derült ki, hogy sajnos a csúcsdísz alatti fa szerkezet az teljesen szét volt rohadva, az eső befolyt oda, és emiatt elkorhadt, úgyhogy kénytelenek voltunk azt ott megerősíteni, és egy új szerkezettel egy új csúcsdíszt felhelyezni. Természetesen a nyilászárók is cserére kerültek. Az alsó szinten már egy néhány évvel ezelőtt pont a Tolnai Egyházmegye segítségével sikerült kicserélni az ablakokat, ajtókat, de itt a fönti templomi résznek az ablakai is most már vannak köztük nyithatóak, ezek is most lettek kicserélve. A templom oldalsó bejárata is használhatóvá lett téve, ugyanis egy új megoldással a régi lépcsőt azt elbontottuk, és a helyére egy mozgássérülteknek is segítséget jelentő rámpa került felépítésre, kiépítésre, és ennek köszönhetően most már akár kerekesszékkel is megközelíthető a templom, illetve be lehet jönni, részt lehet venni az Isten tiszteleteinken. Dombováron a református hitélet központjának megújulása már igencsak szükséges volt. A városban igen nagy közösség vett ugyanis részt a vasárnapi istentiszteleteken, még gyermekek részére is tartottak és tartanak ma is összejöveteleket. A templom 91 éves múltra tekint vissza, 1929-ben építették föl az akkori reformátusok, és hát ez alatt a 91 év alatt természetesen a lelkipásztorok, akik itt szolgáltak, igyekeztek a tőlük telhető, meg a körülményekhez képest, legjobb lehetőségekhez képest fölújítani, karbantartani az épületet, de ilyen átfogó felújításra nem került sor. Hát aki látta korábban ezt az épületet, akár csak egy másfél évvel ezelőtt is, az még emlékezhet arra, hogy nagyon romos volt. És ez engem is, mint a gyülekezet lelkipásztorát is eléggé zavart, mert
egyszerűen nem voltak méltók a körülmények ahhoz, hogy itt Isten tiszteletet, Isten tisztelését, az ő igéjének a hallgatását tudjuk folytatni. Egyrészt a kényelem se volt adott, ami azért alapszinten elvárható lett volna, másrészt nem nyújtott egy szép látványt. Harmadrészt pedig voltak kifejezetten veszélyes részei is az épületnek, és hála Istennek most a felújítás során ezt sikerült orvosolni. Amely munkákat most ebből a pályázatból nem tudtak megvalósítani, azokra szeretne az egyházközség egyéb pályázati forrást találni. Így a templom fűtésének kialakítása, napelemrendszer kiegészítése és felújítása, hangosítási rendszer kiépítése, valamint az orgona hangolása vannak még tervben.